gyorsan kellett volna menni. Szóval, Imeldával egy kör. Imelda XP boostos és pálcája van. A pálcát, ezt hozom, mert a pálca mellé ki fogjuk szedni a Fire Wandot. Legyen így. Pálca, Fire Wand. Na, te rohadék. A legutóbbi alkalommal is a Fire Wand nagyon nagyot ment, meg is kaptuk. Oké. A Fire Wand mellé fogunk hozni Lightning Ringet, mert duplikátorunk lesz. Ez a kör is borzasztó gusztustalan lesz. Jó, tehát Fire Wand, Magic Wand, Lightning Ring. Ez eddig egy ilyen Magic build. Ahhoz mondjuk szerintem illene... A duplikátor miatt ugye projectile-okat hozhatunk. Írját is fogunk növelni, tehát akkor... Most rerollolok egyet. És be is jött, mert megkaptuk a spinacsot. Az attraktorban gondolkodtam, de rájöttem, hogy mivel XP boostos a csaj, nem lesz szükség az attraktorra. Ezáltal a Holy Water-re se, vagy Santa Water-re. Viszont trollkodhatunk pisztollyal. Trollkodjunk egyet pisztollyal. A pisztolyos buildem úgyis régen volt. Úgyis régen csináltunk ilyet. Oké, a piros pisztoly már megvan, viszont a duplikátort behúzzuk, hogy meglegyen a második passzív. Ez nagyon csúnya build lesz szerintem. Nagyon szuper. A duplikátort ki is maxoltuk, azonnal mindenből szuper sokat lövünk ki. Ez egy nagyon easy run lesz. Jó, Santa Water-t nem hozunk. Runtracert? Nem, Runtracert sem hozunk most. Valamikor majd akarok csinálni megint egy runtraceres buildet, mert nagyon régen volt olyan. Ha lákkot építek, akkor többször jön XP összeszívó. Meg úgy alapvetően is jó a lák. Hozzunk lakkot, jó. Azért a Fire Wandot kellene az első körben maxolni, és nem a kéket, mert az kap nagyon nagy bónuszt abból az arkanából. Hú, de jó egy kicsit chillálni. Annyi minden történt ebbe a játékba itt a vége fele, hogy... Egy picit korainak... Egy... Augments Area, viszont akkor meg kellene hozzá... Nem, egyelőre Fire Wand. Szóval annyi minden történt, és ráadásul én most azért nem számítottam erre, hogy ilyen korán, mert nagyon-nagyon sok minden úgy történt, hogy egyrészt nincsen megmagyarázva, és egy picit úgy érzem, de majd ezt nyilván meglátjuk, hogy hogyan alakul a játék során. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy most túl korán kaptam meg olyan infót a játékból, ami csomó mindent megváltoztat. De nem a jó irány, vagy hát nem tudom, hogy jó irány, nem jó iránynak lehet ezt nevezni, de furcsa. Inkább furcsa irányt vett.
Tehát mi lehet még három chapterön keresztül? Hú, én nagyon várom már a csütörtököt. Már most nagyon várom. Örülök, hogyha ti is. Jó lesz. Meg majd nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből milyen... Mert ebből szerintem Ritus biztos, hogy fog vágni egy ilyen horror összefoglalós... Ott az utolsó pisztolyom, nagyon jó. Na, a fegyvereink megvannak, ez már jó. Még a passzívjaim nincsenek meg. De a damage-em egész jó. Én ennek a stream elejét akarom majd visszanézni, mert valaki betegel, de nem... Ja, azt nem tudom. Azt hittem, hogy arról lemaradtál, és ott voltak valami történések. Így a játékkal kapcsolatban. Na, nézzük csak. Dobjunk a spinach-ra, és akkor base damage-et növelünk. És akkor még kettő passzívom hiányzik, ami egyébként nem tudom, hogy mi lesz, de majd meglátjuk. Jó, hát ezek szerint valószínűleg az első fegyver, ami átalakul, az a kék wand lesz. Hogyan örültem volna a pirosnak, mert szerintem megint úgyis az lesz a legtöbbet damage-elő fegyverem. Jó, dobjuk 7-re, és akkor az minél előbb legyen meg maxos. Korona is jött. De azt már túlzásnak érezném, hogyha ez a karakter tényleg izé passzív XP boostot kap folyamat, akkor hova koronázzak még rá? De csak a 100-as szintet kell elérnünk, nem kell feltétlen több. Na, 8-as a wand. Oké, akkor a wanddal már nem kell foglalkozni. Hallod, 5 percnél tartunk, srácok. És nagyon érezhető az, hogy több XP-t kapok, mert... iszonyatosan sok szintet léptünk, és nagyon jók voltak a választhatóim. Kaptunk egy kék pisztolyt. Oké, én szedem a pirosat. Ennyire érezhető, bakker, az, hogy x százalékkal több XP-t kap ez a karakter passzívba, hogy vagy csak annyi, hogy nagyon szerencsések a fegyverválasztásaink, vagy a level up-nál ugye, amiket dob, és tök jó a build. Nézzek, már 8-as a piros is, meg a kék is. De most minek rakjak Curse-t a buildbe? Mármint nem, szerintem nem kell. Mármint, hogy csak szivatni akarom magamat akkor, nem? Tehát ez semmi más értelme. Nem hyper módba játszom? De hyper módba játszom, de ettől függetlenül úgy érzem, mint hogyha sokkal több XP jönne, ami jogos, hiszen ennek a karakternek passzív XP boostja van. 26-os szinten mondjuk nem tudom, hogy már mennyi.
Jöhetne egy kicsit több benne, mivel most meg megálltunk. Na nézzük. Húzzuk még a spinachot, az minden fegyveremet buffolja, nem csak azt, amit éppen kiválasztunk. Nem tudom, hogy milyen passzívot kell még húznom. Mert a fegyvereknek a passzívja megvan, a tiramisu. A lightning ringnek megvan a passzívja, a duplikátor. A pirosnak megvan a passzívja, a spinach. A kéknek nincs meg még a passzívja. Bracer? De a bracer az a késhez kell, késem meg nincsen. A CD-s könyvecske kell, persze, csak előtte ki kell szednem két másik passzívot, és akkor azt utána veszem csak föl. Az fog majd összeállni vele, de hogy akkor mi az, ami még kell? Mert ugye 1, 2, 3, 4, 5 fegyverem van, és 4 passzívom, ugye az 5. passzív az mindenféleképpen a tóm lesz, de azt ingyen veszem föl. Kell még egyet választani, legyen egy spellbinder és egy biblia? Nem, az Aeria és az Axe lesz, igazad van. Az Aeria Axe az egy jó gondolat. Az Aeria és az Axe az egy jó gondolat, igen. Meg majd tudom, hogy lesz majd még egy fegyver, hogyha átalakulnak a pisztolyok. Aha, és akkor viszont hozzuk az Aeriát. És ehhez majd akkor az utolsó fegyvernek behozzuk az Axe-ot. Viszont még mindig van egy passzív helyem, amit akkor meg gondolom úgy kellene megválasztani. Hogy az csak pluszba lesz. Tehát mi az, ami segít a builden, úgy, hogy ahhoz nem fog fegyver tartozni. Mondjuk a speed. Rakjuk be a bracert projectile speeddel. Be lehet rakni végül is. Végül is az jó. Oké, lightning ringet húzzuk. Még mindig, és így 8-as lett. Szuper. Pisztoly. Spinach. Jó, ennyi volt. Úristen, mennyi XP van ott. Ó, és azt én most mind meg is kapom. Próbáljuk meg húzni a fegyvereket, hogy minél előbb megkapjuk azt a plusz egy slotot. Hopp, az már egy átalakulás lesz. Bészer a bibliához nagyon jó, de most nem lesz bibliánk. De jó, hogy ez alakult át először. Yeah. Hát ez most delete-el mindent.
Na itt most baj van. De more XP nem kell. Duration of weapon effect. De a duration of weapon effectre van szükségem. Szerintem nincs. Skippelem. Mindjárt odaérek egyébként a tómhoz, úgyhogy jó lenne, de jó lenne megtalálni azt az utolsó passzívat, ami hasznos is. Nincs bouncing arkanám még. Azt majd mostanában fogjuk valamikor megszerezni, hogyha ezeket unlockolom. Tehát még nincs meg a Hellfire-nek a másik durvítója, amire mondtátok, hogy az még betegebbé teszi az egészet. Ami már így is egyébként brutális. Ne! Remélem valami olyanra nyomtam rá, ami nem gond, hogy rányomtam. Csak nagyon gyorsan nyomtam space-t. Amúgy minek lenne értelme? Ez csak az axomat buffolná, meg mondjuk a cross-t is. Legyen akkor az. De valamire ott véletlenül rányomtam. Legyen Bracer, mert akkor, hogyha megszerzem, akkor utána föl is tudom venni. Ez projectile speedet ad. Legyen akkor az. Végül is sok a projectile-om, tehát hogy az mindet buffolja. Jó, és akkor szedjük össze most a cooldown redut. Jó, és akkor mehetünk visszafele XP-t szedni. Tiramisu volt? Hála jó égnek. Jó, átalakult a kék vand is. Emléletileg mostantól kezdve meg semmi más nem kell csinálnom, csak menni és szedni az XP-t. Ideális esetben hamar átalakulnak a fegyvereim. Felszabadul egy hely, be tudjuk húzni utolsó slotra akkor az axot. Azt még buffolni fogja az arkana is. És kíváncsian fogjuk várni, hogy vajon a build megéli-e a 100-as szintet és a 30 percet. Elméletileg már csak a Hellfire miatt is túl kellene, hogy éljem az egészet. És az Axis Projectile, igen. Jó, 8-as az egyik pisztoly. Nagyon-nagyon sok XP van. Most hozzunk cooldown-t. Cooldown-t.
Annyira kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezt a játékot, mint ahogy láthatjuk, elég sűrűn fejlesztik, de hogy miféle ökörségeket fognak még kitalálni benne, nem? De belegondoltak, így végtelen mennyiségű fasságot lehet kitalálni. Jó, kék pisztoly, már csak egy kell a kék pisztolyba. És utána fölvehetném ezt a ládát. Ott a kék pisztoly, vegyük föl a ládát. Ú, de jó, és ráadásul tripla láda. Megvan a pisztoly upgrade. Van egy plusz helyem. És nem a kést hozzuk. Bár amúgy szerintem azt is hozhatnánk, mert ezen a damage-en nem sok minden fog átjönni. Jézusom! Hát ez csúnya. Megvan az axe. Innentől kezdve már nem tud rossz item fölpoppolni. Most már csak menni kell, és kb. Szintlépésenként nyomni egy space-t. Tök mindegy, hogy mi az, amit választok. Egy idő után minden szépen kimaxolódik. 73-as szint is megvan. Most már csak az axe nem maxos. Ott van egy láda, amit akkor kéne fölvenni. Nem, most is fölvehetem, mert akkor evolvoljuk a cross-t. Így van, ez már most God build. Tényleg most már egyébként nem kell tartani semmilyen enemitől, csak megyek arra, merre van XP, várom, hogy minden maxos legyen, és utána, ha a 100-as szint megvan, akkor pedig megállunk egy helybe. Átalakul az axe. Van idő a gold maszkra. Oké, figyelj! Menjünk el a gold maszkhoz, így, full egyenesen. És megpróbálom úgy nézni a képernyőt, hogyha látok valahol XP-zőset, azt felszedem. Mármint az összehúzót. Nagyon sok mindent fogok így ugye ezzel a körbeforgó lézersóval disztrojolni, és mivel a lákom nagy esély van arra, hogy odafele menet találunk egy XP összeszívót, ami akkor minden elhagyott pöttyöt föl fog szedni. Úgyhogy nem kell foglalkoznom azzal, hogy útközben mindent fölvegyek. Borzalmas mennyiségű kaját lootol, vagy hát ahelyett igazán jöhetne egy-egy XP-zős. Azt is attraktornak hívják, nem csak azt hívják attraktornak, amit passzívnak választasz. Tehát az egy item. Vagy ugyanúgy attraktorba neve, csak azt nem fölveszed és fejlesztendő, hanem csak egy ilyen júzolós. Vákumnak hívják. Aha, na annak több értelmét látom.
És nézzek, mindegyik kajává alakul, de miért nem vákumossá? Hát már hány kaja mellett jöttünk el? Ez egy boss, ezt megvárjuk. Mondjuk azért lenne jó, hogyha előbb vennénk föl a Stone Maskot, mint egy vákum orbot. Fölveszem a Stone Maskot, utána szívnék össze mindent, és akkor egyszerre maxos is lenne szerintem a maszk. De nézzétek meg, semmi izé nem jön. Semmi vákum. De kaja... az dögivel. Van ilyen? Tudjátok, a játék se akarja, hogy fejlődjek. Pedig most azért már összeszívnám, mert eléggé sok. Ebből a szempontból például a Penta az late game-ben nagyon jó. Szedi neked össze a cuccokat. Igaz, sokat dilitál addig, ameddig nem fejleszted ki. Na jó. Hát baj van, Houston. Megvan a maszk. És nincsen orb. Megyek visszafele. Azt mondtátok, visszaspónolnak a dolgok. Oké, most ezt írhatjátok. Szerintetek? Azzal járok jobban, ha jobbra megyek, és folytatom az utamat jobbra folyton, vagy forduljak vissza, és az amúgy is ott csomó XP, ami földgyűlt, szedem, és bízunk benne, hogy visszaspónol valami item, és lesz ott egy orb. Visszafele? Jó. Megyek akkor visszafele. Csak mondjátok el, hogy miért. Mármint én csak érteni szeretném, hogy most ezt miért ezt választottuk. A több XP miatt, vagy mi az oka, hogy azzal jobban járok, ha most visszafele jövök. Ha oda-vissza mész, folyton spónolnak a gyertetetek. Jó, nekem ennyi magyarázat elég is. Megint kaja van ott lent. Az a bajom, nem sok kihívást látok a játékba. Az utóbbi időben bármilyen ránt indítottunk el, mindegyik fucking godlike lett. Így kb. Fixen. Ez gondolom amiatt van, hogy ugye majdnem ki van maxolva teljesen a megmaradó passzív. A megmaradó passzív, mi az? Upgrade-ek mindegyike. Nézzétek meg is, csak kaja, csak rohadványos kaja. Inkább elkezdek most több XP-t összeszedni, mert az, hogy nem jön egyáltalán ilyen orb, az nagyon rossz.
Nézd meg, pénz és kaja. Pénz és kaja. Ennyi. Ezt kapom. Pixelavid lettem most már? Láttam egy tök jó mémet. Tudjátok, vannak azok a mémek, amikor így fölraknak-e... Ott van végre. És akkor most megállunk. Ennyi. Ó, jó, 110-es szint, akkor megállok. Szóval tudjátok, vannak azok a mémek, amiket szoktak olyat csinálni, hogy tell me you are doing something without showing me you are doing something. És beszúrtak egy ilyen pixeles képet egy streamerről, és tell me you are playing Vampire Survivors without telling me you are playing Vampire Survivors, és egy ilyen 12 pixelből álló kameraképet mutattak. Hát egyértelmű, hogy Vampire Survivors az igaz ember. A szintlépéstől az enemy is erősebb lesz, igen. Most azon gondolkodom, hogy vajon most is pixel avid vagyok-e, amikor igazából a képernyőn, ha belegondoltok, nincs is igazság szerint semmi. Nincs enemy. Tehát konkrétan, srácok, bazeg, az enemy nem jut be a képernyőre. A halált megpróbálom-e majd legyőzni? Megpróbálhatjuk, mert igazából néztem már csomó ilyen videót, mert annak eléggé speckó módszere van, hogy hogy kell megölni. Próbálkozhatunk majd vele valamelyik streamen. Igen, mikor a hiperűrben vagyok, emlékszem, hogy ott is csomóan mondták, hogy nem látnak belőlem egyszerűen semmit. Ha megmozdulok, akkor látunk enemit. Ha nem mozgok, akkor még mindig kint tartja őket? Hát ez valami brutális. De mi ez? Igen, tehát a kettő darab hidden dolog, amit még szerettem volna mindenféleképpen megcsinálni, és szerintem megfogjuk, abból az egyik biztos, amikor megpróbálunk arra rámenni, hogy a piros szellemet feloldjuk, ugye a zöld halál megölésével, azt mindenféleképpen meg kellene próbálni, mert arra mondtátok, hogy az jó pofa, igazából csak annyi, hogy olyan pályán kell menni, ahol spónolhat ugye a fix időközönként spónoló, vagy nem spónoló zöld halál, és akkor azt meg kell próbálni megölni. Arra szívesen rápróbálok, mert azt szerintem mindenféleképpen egy olyan achievement, amire kíváncsi vagyok, meg az ad ugye egy hírót. Az, hogy a halál sikerülni fog, az a baj, hogy ezt annyira speckó módon kell ölni, hogy ilyen pixel perfect módon kell beállni bizonyos helyre, igazából fél órát állsz egy helybe, egy karakterrel, egy darab upgrade-del. Majd utána, amikor leszpónol a halál, azonnal föl kell venni a piros orbot, instant lépsz kb. 100 szintet, vagy mennyit, nem tudom mennyit, mindegy. Bizonyos sorrendbe kell felvenned az unlockokat is, azért, hogy úgy alakuljon a dolog, hogy a halált fixen fagyasztod és damage-eled, stb. De mindeközben pedig pixel perfect módon kell beállnod egy spotra a megmozdulást követően. Tehát, hogy az ilyen nagyon, nagyon mákosnak kell lenni. Vagy van egy olyan másik megoldás, ami így a nevettem rajta kategória, de mondták, hogy ilyen is van, hogy a game file-okba átírod a mit tudom én minek a sebzését, és instant megölöd a halált. Az nem tűnik annyira legitnek.
Most már van másik megoldás is. Na majd akkor utána nézek ennek a neten, mert ez amit az előbb én felfestettem, ez volt az alap, amiről én tudtam, hogy úgy kell, vagy úgy lehet megölni a halált, de ezek szerint már találtak másik módszert, ami lehet, hogy szórakoztató. Mert amit az előbb elmondtam, az túlságosan nem szórakoztató, mert ha elrontod a pozíciót, kezdheted újra. Ha nem azt a fejlesztést kapod elsőre, kezdheted újra. Tehát, hogy az ilyen nagyon, nagyon pöcsölős. És ez meg annyira nem tetszik. Tehát inkább játszom a játékot, mint hogy így ilyen hülyeségekkel próbálkozzak. Szerintetek most a Hellfire-nek a damage-ét? Én úgy gondolom, hogy most tudja überelni a lézer. Mert a lézer az 0-24-ben forog, és mindent damage-el. A Hellfire meg lehet, hogy kap bónuszt az arkanából. Esélytelen? Miért ennyire erős a Hellfire, hogy esélytelen azt a damage-et letolni, még így is, hogy igazából ami kint tartja a dolgokat, az nem a Hellfire. Jó, nyilván a Hellfire, ahol átmegy, az deleteli az egészet. De az inkább a lézer, nem? X-Dash megvan már? Az nem tudom, hogy micsoda, Hirx. Nálam nincs benyomva a damage number? Nincs, mert azt mondták a srácok, hogy ez sokat segíthet a pixelek elleni harcba, de mint ahogy láthatjuk, igazából nem. A kék szellem nincs. Nincsen meg. A kék szellem, ami kell a piros szellemhez. Szerintem az nekem nincsen meg. Ja, az a menükódos secret karakter? De akkor az megvan. Az megvan. Amihez be kell írni a menübe valami, mit tudom én, 6-8 karaktert, és kilokkolja. Az megvan. Plusz 3 csóva jár még a pisztolyok mellé. De hát hova legyen már még több csóva? Hát ez már így is olyan, mint hogyha a napba néznék bele. Igen, azt hiszem úgy működik, hogyha jól hallottam, mert talán Pisti mondta ezt, amikor beszélgettek a játékról Nessájjal, hogy a revive-ok számával függ össze a pisztolynak a lézercsóva száma. A Balaton parton ilyenek mennek nyaranta, vagyis hogy legalábbis régen sokat láttuk. Vagy lehet, hogy te az a Pisti vagy. Csak álnéven. Mondjuk annyira nem álnév a V Pisti, de... Hú, nézzétek, már közel jönnek. Lehet, hogy itt pánik lesz a végén. Azt még vegyük föl. Evolve-nál írja, aha. Ja tényleg, azt még nem is nagyon olvasgattam el, amikor ugye evolvolunk valamit, akkor ír róla még plusz infót. Majdnem megközelítenek. Tehát igazából azon a területen megy a full delete, ahol a Hellfire átszalad. Most jó sokszor fogunk gondolom újraéledni. Több mint 10 000 pénzt szereztünk ebbe a körbe, az menő. És még a maszk is hozzáadja majd. Hát jó, megszenved veled a halál, de esélytelen vagy megölni. Tehát 132-es szinten egyszerűen olyan HP mennyisége van, hogy nem tudod ledamage-elni. Jó. Waltz of Pearls nevű dolgot unlockoltuk. Ez gondolom az egyik arkana lesz.
Jó, és most már csak az armorba kell tenni, meg majd a nagyon-nagyon drága rerollba, hogyha akarunk. Jaj, elnyomtam, de remélem ti megnéztétek. Tényleg, ó, basszus, elnyomtam, és nem is lamentáltunk azon, hogy mi volt a legnagyobb damage. Még így is a Hellfire volt a top damage, és mennyivel? A lézer vagy egy 3 millióval van lemaradva a Hellfire-től. Azért a 3 millióval van lemaradva, hogyha megint ilyen 10x milliót damage-elt a Hellfire, akkor az nem is durva. Jaj, látom, Zsani írt. Csak 8 valamennyi volt a Hellfire? Az nem is olyan nagyon sok. Na jó van, srácok, legközelebb akkor folytatjuk, megyünk majd tovább itt nyilván a Vampire Survivors-be is, és akkor a holnapi napon, ahogy ígértem, chilles játék lesz, pihével fogunk necessizni, úgyhogy ott is fejlődünk, megyünk új területre, farmolunk kicsit, stb. Az abszolút chill, tehát aki valami izgalmasabb dologra vágyik, az holnap nem nálam fogja megtalálni egyébként az izgalmat. Egy chilles farmolós játék, bányászunk, fejlődünk, dumálgatunk pihével, és folytatjuk a játékot. Szerda szünet, és akkor csütörtökön jön majd az Until Dawn befejezése, ez tuti. Aztán a többit még nem tudom. Majd meglátjuk.